elmondom, hogy mi zavar! Van a szülinapom is, Facebookon felköszöntöttek 30-an vagy 40-en, de ezek olyan emberek, akikkel nem is beszélek soha, soha, soha. Meg az is, hogy bejelölt, arról szól, hogy sok ismerőse legyen, nem pedig, hogy mi van velem. Most meg még írja kedvesen, hogy köszönöm, de figyelmes vagy, mert ha nem, hát én vagyok a szemét. De jobban tudod, hogy még Schrödinger sem érdekli, hogy eszem vagy nem puszkultál, nem vagy kasített, mert szorálni szociáltal, mi zavar, ki idegesít, mi zavar. Mi az, ami felidegesít? Minden és mindenki! Aztán meg elmegyek a zaldiba zacskós tejet venni. A hűtőpolcok előtt leszólít egy néni. Mondja már meg, merre van? Hát tudom! Nem dolgozom itt! Aztán a kasszánál 5 perce állok sorba. Egy papa oda jön és elnéz jobbra-balra. Majd mintha senki se látná, beáll elém. Én is itt vagyok! Mögöttem van a sor vége! Szajdi a kocsiba, hát hazamegyek végre. Egy tipotos matuzsálem lelép az útestre. A zebra, tessék már átmenni! Amikor meg busszal megyek és kinyílik az ajtó, várja már meg, amíg leszállok! Otthon szomszéd bácsi, nem tudom mikor nyit a gyógyszertár! Mi zavar? Ki idegesít? Mi zavar? Ki idegesít? Mi zavar? Ki idegesít? Mi zavar? Mi az, ami felidegesít? Én és mindenki. Minden rendben. Nem idegeskedsz. Ha nem idegeskedem, mély levegőket szívok, fújok, semmi se ronthat a kedvemen, hiszen minden rendben. Nem idegeskedsz. Nem idegeskedem, mély levegőket szívok, fújok, semmi se ronthat a kedvemen, hiszen minden.